Kedves vendégeink, tanáraink, búcsúzó nyolcadikosok! Szeretettel köszöntjük Önöket a 2014-2015-ös tanév ballagási ünnepségén. Fogadják szeretettel a nyolcadikosok ünnepi műsorát. Kérjük a tisztelt megjelenteket, hogy az ünnepség alatt kapcsolják ki mobiltelefonjaikat és virágaikat a műsor legvégén, a szózat elhangzása után adják át. Köszönjük! Ünnepségünk elején hallgassuk meg a himnuszt. Ballagó nyolcadikosaink. Nyolcadik A osztály, osztályfőnök Gondáné Borzi Anikó, Bán Zsófia Lilla, Baranyi Hilda Virág, Böc Nikoletta, Geszti Márk Dominik, Hegedűs Krisztián, Hoti Alfred, Juhász Dominik, Kállai Kristóf, Molnár Zsolt, Muzsai Lajos, Nagy László Dániel, Seres Tímea, Simon Zsolt, Szabó Zoltán, Szarvák Szilvia és Török Szabina. Nyolcadik B osztály. Osztályfőnök Farkas Julianna, Bagdán Kata, Balázs Levente, Csurgó Boglárka Anett, Csurgó Zoltán Erik, Dürgő Dávid, Farkas Barbara, Juhász Nikolett, Juhász Réka, Kecse Adél, Kézsmárki Kristóf, Kötél Gergely Gyula, Kun Martin, Lénárt Szabolcs, Márki Réka, Nagy Zita, Péterfi Zsolt, Radácsi János, Szentesi Anett Flóra, Szőlősi Kamilla Dóra, Tönköl Jennifer, Vas Norbert. Néktek ragyog ma a nap, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezze zöld májusi ág, s halljuk, reménytől szívetek hogy lüktet.
Szép lassúsággal búsan szól az ének. Föl-föl repülne, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva a messzeségben néztek. Kedves ballagó diáktársaink! Eljött a perc, amire régóta vártatok, amióta beléptetek az iskola ajtaján. Kezetekben a bizonyítvány, szabadok vagytok. Elfeledhetitek a hosszú hónapokat, a matekórát, a dolgozatok előtti izgalmakat. Búcsút mondhattok a véget érni nem akaró tanóráknak is. Mégis gondoljatok most arra, mi mindent adott nektek az iskola. Nem csak egy okmányt, amit lobogtatni lehet. Benne van sok küzdelem és szorgalom. Bár a papíron csak számok vannak, jegyek, benne van sok emlék, mindaz a törődés, amit itt segítőkezek adtak nektek. Vésétek emlékezetetekbe tanáraitokat, barátaitokat, az üres osztályterem padjait. Most végleg búcsút mondhattok a tanulásnak, lezárult egy fejezet, tiszta lappal indulhattok a nagyvilágnak. Őrizzétek meg emlékeitekben az itt eltöltött hosszú hónapokat, mert mostantól csak magatokra számíthattok. Az én iskolám is, akárcsak a többi ház, s mégsem olyan, mert abban a szellem lakik, a tudás. Ott ismertem meg a könyvet, a betűt, a számokat, ott szőttem a jövendőről szép és komoly álmokat. Szeretettel gondolok rá, s ha előtte elmegyek, mint hű fia, tisztelettel meghajtom a fejem. Olyan az én iskolám is, akárcsak a többi ház, s mégsem olyan, mert abban a szellem lakik, a tudás. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a naptól este, a színektől, ha szürke korba lette. Minden a csöntől, mikor a hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, mit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik lassan kihűltek, a tűnőtájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől mind megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könny, vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja. Lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más, ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad, legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a kéz, mely váltig simogat. Legyek, és ne tudjam sohasem, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magaségig, legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerótladik, mint a tengerbe visznek mély folyók. Legyek hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Hinni a szépet lehetetlen, hogy egyszer valóra válik. Hinni a vágyban, akaratunkban, ha kell, hát bízni halálig. Múlik minden, szaladnak az évek, búcsút intünk fáj a diák éve. Meg kell hát tanulnunk újra lélegezni, és a nagy hideg sötétben lépegetni. Árnyékot nem látni, nem nézni hátra, csak menni, bátran menni. Az álomnak vége, mit is mondhatnék, az álom a tegnappal véget ért. A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes. Az ember nyughatatlanul mégis mindig keres. Az örökös vándorút véget soha nem ér, s ha nincsen gyökerünk, elvisz a szél.
semmi se tökéletes, az ember nyughatatlanul mégis mindig keres az örökös vándorút, véget soha nem ér, s ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Kedves iskolánk, tanáraink, iskolatársaink, kedves vendégeink, kedves, drága szüleink! Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat ballagásukon. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez a nap egyszer számunkra is eljön. Még nem gondoltunk arra, hogy egyszer mi is itt ülünk ennek az ünnepnek a középpontjában. És akkor még arra sem gondoltunk, hogy ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, s csak az utolsó napokban éreztük át, mennyire biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. Otthon voltunk. A mai nap döbbentett minket rá igazán arra, hogy itt az idő. Mennünk kell. Ma elköszönünk tanárainktól, társainktól, iskolánk falaitól. Most, hogy végigjártuk a virággal feldíszített tantermeket, sok-sok kedves emlék jutott eszünkbe. 8 évvel ezelőtt, mint kis oldásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit. De a tanítónénik féltő szeretettel fogták meg kezünket, és segítségükkel elsajátítottuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát, és bevezettek a számok rejtelmeibe is. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk, mások lettek a gondjaink, mások a céljaink. És az idő csak egyre múlt. Most itt állunk, ballagó nyolcadikosokként. Az együtt eltöltött, hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. A versenyek erőpróbái, a kirándulások, táborozások, vidám pillanatai, a játékok izgalmai. A feleletek, dolgozatok, szívdobogtató próbatételei, meg annyi vidám és szomorú emlék. Búcsúzunk tanárainktól, köszönjük, hogy 8 évig tanítottak, neveltek bennünket. Köszönjük, hogy elnézőek voltak csintevéseinkért, köszönjük szeretetüket, türelmüket, önzetlenségüket. Fogadják hálánk, megbecsülésünk, tiszteletünk és szeretetünk jeléül e néhány kedves sort. Mikor először átléptem az iskola tantermeinek küszöbét, még minden más volt. Félváltam a tanítóim előtt, még újban a helyem, gondoltam akkor. Később minden megváltozott. Már sajátjaimnak éreztem a termeket, az udvart. Megtanították nekem, hogyan kell a cukrokat megszámolni, nehogy Dani többet essen. Azóta eltelt 8 év, felnőttünk, sokat tanultunk. Köszönjük kedves tanárainknak a betűket és számokat, az ösztönző irányítást, a megújuló tudást, köszönjük a tanítást. Váci Mihály Eső homoka című versével szeretnék elbúcsúzni. Osztani magad, hogy így sokasodjál. Kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál. Hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széllyel szóródni, eső a homokra, sivatagnyi reménytelen dologra. S ha nyár se lesz tőled, s a táj se zöldebb, kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőled. Akik vezettek, áldás életükre, lelkünk önzetlen buzgóságuk tükre. Ők kertészkedtek 8 esztendőn át, s gyümölcsöt a fa mégis nekünk áld. S ha nyújt sikert később a földi pálya, ragyogron ő rájuk legszebb sugára, mert derék ki jó úton halad, még derekabb ki jó ösvényt mutat. Köszönetünk jeléül a nyolcadikosok nevében tanárjainknak szeretnénk átnyújtani egy-egy szál virágot és az iskola könyvtárának átadni egy ajándékkönyvet. Beszél tovább, helyettem
Drága szüleink, köszönjük, hogy felneveltetek bennünket, köszönjük, hogy tanítottatok. Köszönjük a mindennapi törődést, ígérjük, hogy igyekszünk helytelni a középiskolánkban is, és megtalálni helyünket a nagyvilágban. Drága anya, köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent, hogy valamit teremtettél a semmiből, hogy szerettél bennünket, mikor nem volt bennünk semmi szeretetre méltó. Köszönöm, hogy a lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal. Apám lánya vagyok, s erre büszke sohasem dagadhatom. Te vagy ki imád minket, pedig nem férfi dolog a babusgatás. Köszönöm, apa, hogy voltál, hogy vagy, hogy leszel. Búcsúzzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletteket edikesek. Ti, most amikor átvesztitek iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondoltok, hogy milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz. Emlékszel, mikor tavaly mi álltunk a helyeteken, nekem is úgy tűnt, milyen távol is van ez. De nem. Mikor beléptünk 8-ba, elkezdődött a kemény tanulás. Pályaválasztási kiállítások, tájékoztatók, döntés, vajon mi is szeretnék lenni, merre tanuljak tovább. Az első osztályosok jelvényezése, aztán jön a mindannyiunk számára örökkémény maradó keringő. Higgyétek, egy gyorsan repül ez az egész. Kialakulnak igazi barátságok, diákszerelmek, megtanuljátok, mi az összetartás, és hogyan kell küzdeni a kitűzött célok eléréséért. Reméljük, jó példa voltunk a számotokra, és a közös kirándulásunkat Krisztinével ti sem felejtitek el. Tanácsként fogadjátok meg tőlem, hogy mindig tartsatok össze, beszéljétek ma dolgokat, és maradjatok ugyanolyan aktívak, mint amennyire most vagytok. Emlékezzetek az osztálykirándulások hangulatára, farsangi vagy egyéb bulikra. Jusson eszetekbe, ahogy a tarkotokban dobogott a szívetek egy-egy jelentős dolgozatírás előtt, vagy puskázás közben, ahogy lebukjatok. Mi mást kívánnék most nektek, mint azt, hogy a sikereitek gyűjteménye számosabb legyen a tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre gondolhassatok vissza a büszkeség, mint okulás miatt. Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az élmények sokasága, a tanárítók embersége elegendő éltetőerőt adjon nektek a mindennapok helytálláshoz, küzdelmeihez, és amikor jövőre ti álltok itt, ti búcsúztok majd, gondoljatok vissza ránk. A kék madarat nem kell távoli országban keresni. A kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékának is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét, mert a kék madár maga a boldogság és a kalitkája az emberi szív. Most pedig kérünk benneteket, vegyétek át tőlünk az ászlót. A zászlóra emlékszalagot köt Juhász Réka. A zászlót átadja Balázs Levente, Baranyi Hilda, Szarvák Szilvia. A zászlót átveszi Pap Gyula, Sós Réka, Borbíró Szilvia.
Kedves ballagó nyolcadikosok! Ígérjük, hogy méltó hordozói leszünk a zászlónak. Tanulmányainkban és céljainkban követni fogunk benneteket. Reméljük, azzal, hogy elballagtok, nem felejtitek el a kékiskolát. Sok sikert kívánunk az elkövetkezendő tanulmányaitokhoz és az életek további alakulásához is. Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet szomorúság. Győzz le. Az élet dal. Énekeld. Az élet kaland. Harcold meg. Az élet élet. Éljed. Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincs célja és értelme, mert cél és értelem emberi fogalmak. A világnak nincs rájuk szüksége. A világ több, mint minden emberi. Én hiszek a világban, mert eszem el nem éri. Én hiszek a harcban, az ész harcában. Hiszek a művészetben, mert kinyitja elénk a világot. Hiszek a lélekben, mely szereti a világot. S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek. A szépségben, melyért kiáltoz az anyag. A szeretetben, melyért epednek a népek. Ember vagyok, és hiszek az emberben. Szóljak, bár emberek vagy angyalok nyelvén. A szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimballom. Legyen bár proféta tehetségem. Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gűgösködik, nem tapítatlan, nem keresi a magáit, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik, törekedj a szeretetre. Felkérjük Lovasné Török Katalint, iskolánk igazgató helyettesét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. A motto minden nap aktuális. Kedves ballagó diákok, kedves ünneplők! Szeretettel köszöntelek benneteket, a ballagtató osztályfőnökeket, a kedves szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját, a társintézmények vezetőit és minden kedves jelenlevőt. Külön tisztelettel köszöntöm Bódis Józsefnét, a mezőtúri tankerület munkatársát, Bata Attila Viktor urat, mezőtúrváros alpolgármesterét. Ünnep ez a mai nap. Ünnepelünk, de nem azt, hogy befejeztétek az általános iskolát, egyáltalán nem. A mai magyar törvények értelmében ez nem dicsőség, hanem egyszerűen kötelesség. Kötelesség, amelynek legjobb tudásotok, tehetségetek szerint kell eleget tennetek. Mégis benneteket ünneplünk ma, mert lezárult életeteknek egy nagy, meghatározó korszaka. Nehéz belegondolni abba, hogy az a 8 év, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ért. Minden teremhez, tanárokhoz, diáktársakhoz egy-egy emlék fűződik. Az itt töltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt a 8 év alatt. Jó felidézni az első napokat, amikor elsősként teljesen megilletődötten ültetek a tanévnyitón, ismerkedtetek az ABC betűivel, a számolás írás rejtelmeivel, majd a további évek során sok-sok újabb ismeretet gyűjtöttetek a felső tagozaton. Az eltöltött évek alatt sok minden megváltozott. Az elmúlt években minden arcotokat megmutattátok.
Láttunk benneteket megszeppent, félős, izguló diáknak, elesettnek, betegnek, vidám felszabadult, időnként harsány gyereknek, kamasznak, ügyes, büszke, sikeres sportolónak, tehetséges táncosnak, versmondónak, vagy felelős diákinkormányzati vezetőnek. Mi az, ami nem változott? Az az aggodalom, gondoskodás, amit a jövőtek iránt érzünk. Ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben. Bennünk is. Nem fogunk és nem is akarunk elfelejteni benneteket. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmatokat is. Bízunk bennetek, hogy választott iskolátokban helytálltok, és sok jót hallunk még felőletek. Gondoljatok csak néhány pillanatig azokra, akik segítettek, bíztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Elsősorban a szüleitekre, családotokra gondolok. Köszönettel tartozunk nekik mi is, akikkel együtt tudtunk munkálkodni, nevelgetni, formálgatni titeket. Azt gondolom, hogy kevesebb szebb ajándék van a családnak, mint látni felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiába való, megérte. Melyikőtök gondolta volna, hogy idáig fajul a helyzet, mire a rég várt nap az iskola vége lejön, lassan már hiányzik is. Valami visszahozhatatlanul mögöttetek marad. Úgy érezzük az évek folyamán sokan, hogy a világ változik, vagy nem, hogy a kicsik egyre kisebbek, a nagyok egyre vagányabbak, de a világ nem változik, csak mi változunk. Tudom, mire gondoltok sokan, nem lesz több szünetbéli nevetgélés, órai suttogás, nem lesz óráról lógás, üldögélés a szekrényben, rettegés a dogáktól, amelyekre különben felkészültünk, nem? Ma még tietek a világ. Melyik világ? Ez a kis világ, a mi iskolánké. Nézzetek körbe! A nyakkendők színe különböző, de mindenki fiókjában ott lapul az a bizonyos rákócis jelvény. Az emlékeket magatokban hordjátok. Ez az a világ, ami nevelt, ami most titeket ünnepel. Szülők, nagyszülők, tanáraitok, akiknek sokat köszönhettek. És főleg az osztályfőnököknek, akik sokat, még annál is többet tettek, hogy eredményesek legyetek. Kedves Anikó és Julika! Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját. Szeretném megköszönni nektek, hogy ti megtaláltátok az osztályötöknál a legjobb utat, és célba értetek. Nem hagytátok rá a tanítványaitokra, mindig a legjobbat, a legtöbbet akartátok kicsikarni belőlük. A ballagási csokrotok minden szálában, minden szirmában ott van a gyerekek szeretete és köszönete. Azért, mert ők érezték a rájuk irányuló törődést, segíteni akarást, és már megértették, hogy értük tettetek mindent, ami előre vitte az osztályt együtt, és a gyerekeket is személyenként. Köszönöm nektek, hogy a tanítási órák ismeretein túl tartást is adtatok tanítványaitoknak. Én biztos vagyok benne, hogy az előbbi zárt körben kimondott óhajom a ti tanítványaitoknál már célba ért. Kedves gyerekek, kiröppentek, a szereplők kilépnek a képről. Mit mondjak nektek? Azt, hogy tanuljatok, mert ahány diploma, ahány szakma, annyi lehetőség. A mai embernek már élethosszig kell tanulni ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a környező világ gyors fejlődésével. És azt mondom, hogy mindannyian kaptatok tarisznyát. És ebbe a tarisznyába rengeteg emlékkép belefér. És mi van a képeken? Minden, ami fontos. Véget ér az általános iskola, véget ér a közös életünk. Bárhová kerültök, ezek a képek veletek lesznek. Az életérzést már senki sem veheti el tőletek. Legyetek erősek, kemények, következetesek a lényekben, de szeretetteljesek a módba. Az ember nem azáltal értékes, amit birtokol, amilyen van, hanem azáltal, aki ő maga. Köszönetet szeretnék mondani mindazon most már volt kedves tanítványunknak, akik bennünk tanítókban és tanárokban megerősítették azt a hitet, hogy a legjobb mesterség a tanárság. Mert igyekezetünk visszaköszönt a ti sikereitekben, eredményeitekben. Sokan vannak, akik ezt a hitet erősítették bennünk, sajnos mindenkit nem sorolhatok fel név szerint, de az évvégi értékelés folyamán
éreznetek kellett, hogy az elismerés az megvan mi részünkről irányotokban. És most megkérem az intézmény igazgatóját, Kozák Zsolt igazgatórat, hogy ő is bocsásson utatokra benneteket. Tisztelt szülők, vendégeink, tisztelt kollégák, kedves tanulók! A Rákóczi iskola valamennyi dolgozója nevében tisztelettel köszöntök mindenkit iskolánk ballagási ünnepségén. Kedves ballagó diákok, kivételes nap ez a mai. Az, hogy ünnepi díszbe öltözött az iskolánk, s a sok vendég mind a ti kedvetekért van most itt, bizony visszavonhatatlanul azt jelzi, hogy hamarosan befejeződik életetek egy jelentős szakasza. A mai nappal elérkezett a várva várt nagy esemény, annak a napja, amikor ti, végzős tanulók, búcsút vesztek iskolánktól, egymástól, tanáraitoktól, itt maradó diáktársaitoktól, mindazoktól, akikhez az elmúlt évek oly sok emléke köt benneteket. Ady Endre így ír erről. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, s mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Bizony a búcsúzás pillanatai ezek. Meg annyi kérdés fogalmazódik meg ilyenkor bennünk pedagógusokban. Mit adtak, mit jelentettek és jelentenek számotokra az itt eltöltött hónapok, évek? Mit kaptatok tanáraitoktól az idők során? Milyen fiatalokká váltatok és milyen emberré váltok majd? Ezek között vannak olyan kérdések, melyekre már tudjuk a választ, s vannak olyanok, amelyek megválaszolásához idő kell, melyről így ír Szeneka. Végtelen gyorsan száguld az idő, akkor tűnik ez fel leginkább, ha a múltra tekintünk. S milyen igaza van? Elröpült ez a 8 év, s az is, mintha még csak tegnap lett volna, amikor tavaly ilyenkor még ti búcsúztattátok az akkori 8-os társaitokat. S most bizony már ti is elindultok azon az úton, melyet szüleitekkel együtt közösen választottatok. Kollégáimmal együtt bízom abban, és kívánom nektek, hogy az iskolánkban megszerzett tudás, tanáraitok féltő figyelme, szeretete és a sok-sok élmény elegendő útra valóul szolgál számotokra középiskolás éveitek megkezdésekor. Kedves gyerekek! Diák éveitek során számtalan szebbnél szebb, megható vagy éppen humoros élményben részesítettetek bennünket, melyekre mindig jó szívvel fogunk emlékezni. Köszönöm, kedves diákok, kollégáim nevében azt a sok örömteli pillanatot, melyek erőt és biztatást adnak további munkánkhoz. Kedves 8-os, tovább tanuló fiatalok! Az élet számtalan lehetőséget, esélyt kínál majd fel számotokra a boldogulásra. Ezek a lehetőségek nem lesznek egyformák. Lesznek olyanok, melyek a könnyű út, könnyű siker ígéretével kecsegtetnek, és lesznek olyanok, melyekért meg kell küzdenetek. Keressétek a kihívásokat. Kívánom nektek, hogy tudatosan és sikeresen megvalósított további tanévek során váljanak valóra elképzeléseitek. Tisztelt szülők, családtagok! Köszönöm, hogy gyermekük nevelésének, oktatásának fontos szegmensét ránk bízták. Köszönöm, hogy az elmúlt 8 év során mellettünk álltak és segítették munkákat, mely munka bizonyos értelemben számunkra itt ma véget ért. Kívánom önöknek, hogy gyermekeik jövőjét tekintve csupa jó döntéseket hozzanak, találjanak biztos segítségre egymásban, s éljenek családjukkal teljes, örömteli életet. Tisztelt kollégák, kedves osztályfőnökök! Tudom, nem könnyű, de azért hálás feladat volt a nevelés-oktatás sokszor rögös útján elvezetni diákjainkat a mai napig. Köszönöm mindnyájuk türelmes, következetes munkáját, a sok törődést, gondoskodást, melyet az itt eltöltött évek során kaptak önöktől diákjaink. Azok a diákok, akiket most útjukra bocsátunk. Azok a diákok, akiket nem felejtünk, s bízunk benne, hogy ők sem felejtik el ezt a csupa nagybetűvel írt Rákóczi iskolát, mely mindig, mindenkor visszavárja őket. Kedves ballagók, fogadjátok útra valóul Zsófihoz hasonlóan Váci Mihály gondolatát. És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy. Megvalósult álmokkal teli, tiszta jó utat kívánok nektek, gyerekek. Köszönöm a figyelmet.
és most a nevelőtestület határozata értelmében oklevelek és jutalmak átadására kerül sor. A jutalmak átadására felkérem Kozák Zsolt igazgató urat. Elsőnek névsorban szólítom Bagdán Kata 8. B-osztályos tanulót. Bagdán Kata 8 éven át tartó kitűnő közösségi munkájáért kap oklevelet és könyvjutalmat. Balázs Levente 8. B-osztályos tanuló. Balázs Levente példamutató magatartásáért, szolgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesül. Bán Zsófia Lilla, 8. A-osztályos tanuló. Te csak forduljál nyugodtan arra, hosszabb lesz. Zsófi 8 éve a Rákóczi úti általános iskola kitűnő tanulója. Meghatározó személyiség osztályában társai kedvelik, szívesen beszélgetnek vele, ötleteit, javaslatait elfogadják, igazi közösségi ember. Közvetlen modorú, segítőkész, nyitott, érdeklődő, tanáraival szemben tisztelettudó. A tanítási órákra lelkiismeretesen készülő, kitartó, céltudatos és aktív. Az iskolában és az iskolán kívül kiemelkedő teljesítmény nyújt. Legjobb eredményeit angolból és kémiából érte el, de tehetségesen rajzol is. Ez szorgalommal és idejének szigorú beosztásával éri el. 10 éve balettozik, szívesen lép fel iskolai és városi rendezvényeken. Komoly gondolkodásával, viselkedésével, tanulmányi eredményével és példamutató magatartásával társaira is ösztönzőleg hat. Érdeklődése, általános műveltsége, tájékozottsága széles körül. Méltán vagyunk büszkék rá. Gondáné Borzi Anikó méltató szavait olvastam fel, Zsófi 8 éven át tartó teljesen egyenletes teljesítményéért, díszoklevélben, könyvjutalomban és az alapítvány pénzjutalmában részesül. Baranyi Hilda Virág, 8. A-osztályos tanuló. Még negyedikes korából emlékezünk rá, hogy milyen gyönyörűen énekelt a különböző népdal éneklő versenyeken. Erről ugyan felsőben leszokott, de egész 4 éven keresztül a közösségért végzett munkájáért és tanulmányi eredményéért oklevélben és könyvjutalomban részesül. Csurgó Boglárka, 8. B-osztályos tanuló. Bogi kis kihagyással volt az iskolánk tanulója, 8 éven át tartó közösségért végzett munkájáért oklevélben részesül. Juhász Réka, 8. B-osztályos tanuló. Juhász Réka a 8. B-osztály egyik vezér egyénisége. Példás magatartású, szorgalmú, 8 éven át kitűnő tanuló. Temperamentumos, nagyon kitartó, a jövőt illetően határozott elképzelései vannak. Tudása mindig napra kész, emellett több rendszeres iskolán kívüli elfoglaltsága van. Sok éve jár mazsoretre, amelyben nagyon szép eredményeket ért el. Jó mozgása, kecses tartása talán ennek is köszönhető. Történelem és angol nyelvi versenyeken kiváló eredményekkel öregvítette iskolánk hírnevét. Ötlettára kifogyhatatlan, szívesen bekapcsolódik minden kezdeményezésbe, sok barátja van, akikhez nagyon ragaszkodik. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is olyan közösséghez tartozhasson, ahol olyan jól érzi magát, mint ebben az iskolában. 8 éven át tartó munkájáért díszoklevélben, pénzjutalomban és könyvjutalomban részesül. Kecse Adél, 8. B-osztályos tanuló. Kecse Adél a 8. B-osztály másik meghatározó egyénisége, az osztály motorja.
példás magatartású, szorgalmú, 8 éven át kitűnő vagy jelesrendű tanuló. Kedves, megnyerő személyiség, a felnőttekkel szemben tisztelettudó. Társai kedvelik, hiszen bármiről társaloghatnak vele, véleményét szívesen kinyilvánítja, ugyanakkor a másokét is elfogadja. Népszerűségét egyszerű, közvetlen modorával, segítőkészségével szerezte. 10 éve balettozik, ami harmonikusan illeszkedik bájos egyéniségéhez. Érdeklődése széles körű. Jelenlegi elképzelései szerint tanár szeretne lenni. Kívánjuk, hogy ez teljesüljön, mert szerencsések lesznek azok a diákok, akikkel ő foglalkozik majd. Tessék. 8 éven át tartó munkájáért könyvjutalomban, oklevélben és pénzjutalomban részesül. Lénát Szabolcs Zsolt. Lénát Szabolcs a 8. B-osztály kiváló tanulmányi eredményt elért tanulója. Kiváló tanulmányi eredményeért és példamutató magatartásáért, szolgalmáért díszoklevélben és könyvjutalomban részesül. Márki Réka, 8. B-osztályos tanuló. Réka a 8. B-osztály példás magatartású, szorgalmú, 8 éven át kitűnő tanulója. Kötelességtudó, megbízható, munkájára az igényesség a jellemző. Az iskolában több tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújt. Szívesen részt vett tanulmányi versenyeken, ahol a legszebb eredményeket történelemből, irodalomból, helyesírásból és fizikából érte el. Imád olvasni, általános műveltsége nagy. Szeret sportolni, amelyben szintén eredményes. Nagyon jó együtt dolgozni vele, mert tanácsainkat jól hasznosítja, probléma megoldó gondolkodásával elősegíti az eredményes munkát. Kívánjuk, hogy kiváló tanulmányi eredményét megtartsa és céljait elérje. Pénzjutalomban, oklevélben és könyvjutalomban részesül. Muzsai Lajos, 8. A-osztályos tanuló. Muzsai Lajos csendben, de biztosan és kitartóan dolgozik. Jó tanulmányi eredményéért, magatartásáért, elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesül. Péterfi Zsolt, 8. B-osztályos tanuló. Péterfi Zsolt, 8. B-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért díszoklevélben és könyvjutalomban részesül. Szentesi Anett, 8. B-osztályos tanuló. Látszik a mozgásán, hogy táncos, és itt az iskolában pedig a közösségért végzett munkájáért oklevélben részesül. Végül, de nem utolsó sorban, Török Szabina, 8. A-osztályos tanulót szeretném kérni. Török Szabina jó tanulmányi eredményért és a közösségért végzett munkájáért oklevélben részesül és könyvutalomban. Kedves ballagó diákok! Mezőtúrváros önkormányzata nevében szívből gratulálok a sikeres tanévzáráshoz, további tanulmányaitokhoz sok sikert és jó egészséget, a közelgő vakációra jó pihenést és kikapcsolódást kívánok. Külön köszönöm a pedagógusok áldozatos munkáját és a szülők támogatását. Shakespeare szavait küldöm útravalóul nektek. Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig hinni és remélni, így érdemes a földön élni. Herceg Zsolt polgármester úr üdvözletét olvastam a Rákóczi úti iskola ballagó diákjainak. Még egy üdvözletünk van,
a Teleki Blanka Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium tanárai és tanulói nevében szívből kívánom, hogy váljanak valóra álmaitok, legyen boldog, békés, egészséges életetek, erőtök, hogy megbirkózzatok a nehézségekkel, és mindig legyen mellettetek valaki, akire feltétlenül számíthatok. Majoros Gergely, intézményvezető. Kedves gyerekek, a múltból táplálkozik a jelen, és ebből a jelenből ered a jövő. Kérlek benneteket, hogy ne feledjétek el az együtt töltött szép perceket. Emlékezzetek a sikereitekre, egy-egy dolgozat örömére, az osztálykirándulásokra. Soha ne felejtsétek el a szerepléseitek izgalmát. Maradjatok barátok, hisz barátok nélkül az élet nem sokat ér. Emlékezzetek a sikertelenségeitekre is, hiszen abból is lehet tanulni. A tapasztalatszerzéshez nem csak sikerekre, hanem a kudarc okozta megrendülésre is szükség van. Higgyetek magatokba, tudjátok, Erzsike néni kiadta a papírt. Vértezzétek fel magatokat tudással. Tűzzetek ki magatok elé okos célokat, és ezekért a célokért tanuljatok meg álhatatosan küzdeni. Tanuljatok meg felelősséget vállalni önmagatokért, ne keressetek kibúvót, ne hárítsátok a felelősséget. Hiszen tudjátok, az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek magának kell. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra, nyolcadikosok! A 8. osztályos diákok egy-egy léggömb felengedésével búcsúznak az iskolától, az itt töltött évektől. Szeretsz, engedj el ma már, nem köt ide csak a múlt. A kezed fogom ma is ugyanúgy, mint régen. A képen utal te is velem, és nem értem, miért szakad el a kép, hova tűnik a sok emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, téged bánt, és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Egyedül csak védtelen gyermek vagy, ha kell, én vigyázok rá. Összetörik majd a szívem. A képen ott leszel mindig, ahogyan régen soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Ha itt maradok, összetörik majd a szívem. A képen ott leszel mindig, ahogyan régen soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Haladnék be én.
érzem, hogy mennem kell, mert vár valahol egy másik út. Hogyha most is úgy szeretsz, engedj el ma már, nem köt ide csak a múlt. A kezed fogom ma is ugyanúgy, mint régen. A képen utalj te is velem, és nem értem, miért szakad el a kép, hova tűnik a sok emlék. Leterednek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, téged bánt és ez nem... Nézzetek még utánunk egy kicsit, amíg a nóta elvékonyodik, amíg az utca sarka eltakar, ott hallgatál majd ilyetten a dal. Ott maradunk magunkra teljesen, próbálunk hajózni új vizen, kezdünk új, bátra bevező csapást, és ott látjuk meg, hogy másként nem lehet. Először mindent úgy teszünk, amint tőletek láttunk. Ti általunk százszor megtagadottak, ősök, szülők és kedves tanáraink. Ünnepségünk végén hallgassuk meg a szózatot. Kérjük kedves vendégeinket, hogy adják át virágaikat a ballagóknak. Elaludni készül a nyár, ködög lusta fellege szám. Hűvösebb az éjszaka, már vigyázz rá. Ugye holnap útra kelünk, zsebre vágjuk majd a kezünk, kicsit túl vidámak leszünk, vigyázz rá. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felel, s hogy mi legyen, majd dönteni kell, vigyázz rám. Annyira szép, szerelemmel nézel elég, nevetésed éppen elég, vigyázz rám. Összekötve ott van a zsák,
senki se ránk vigyáz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felem. Aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rád. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felem. Aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rád. Évek, az idő elhagy, bámuló szemmel, újra nyíló szívvel jársz minden át, mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél, azt hiszel, hiszen most játszol, s komolyan veszed, pedig a rejtély, mit soha meg nem lehetél, még most is vár, ahogy megjöttél, s indultál. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk. Öregebb szíved, pedig most én.